Nem pihennek az utazási irodák dolgozói évvégén sem. Évről évre egyre többen töltik a karácsonyt és a szilveszter külföldön vagy hazai wellness szállodákban. Sok család gondolja úgy, hogy az ünnep nem a hajtásról, takarításról és folyamatos készülődésről szól, hanem a pihenésről és arról, hogy minél több időt tölthessenek együtt a családdal, barátokkal. A szilveszter pedig az önfeled szórakozási. A két ünnep között azonban van különbség úti cél szempontjából. A karácsonyra jellemző, hogy azért leggyakrabban belföldön töltjük el a karácsonyt, ha már elmozdulunk otthonról, viszont a szilveszternél abszolút vezet a külföld. Nagyon sokan mennek európai nagyvárosokba. Ugye itt is főleg ugye a legtöbben az ilyen utcán töltött szilvesztert választják, illetve nagyon sok szálloda adja azt a lehetőséget külföldön, hogy akár a szállodában is bent lehet lenni, de akkor ki akar menni, ugye az ki tud menni az utcán tölteni egy pár órát a szilveszteri kikapcsolódás során, illetve még ami jellemző, hogy nagyon sokan utaznak egzotikus helyekre, ugye az a télből a nyárba, és itt általában nyilván anyagilag ez egy kicsit magas árfekvés, de vannak, akik a karácsonyt és szilvesztert is kint töltik, illetve vannak, akik vagy az egyik ünnepet, vagy a másik ünnepet töltik kint ilyen egzotikus szigeteken, mint például Dominika, Seszel-szigetek, Maldív-szigetek, vagy akár egy tájföldi utazás kapcsán. A karácsony és a szilveszter körüli napok is kiemelt időszaknak számítanak az utazási irodáknál, így ilyenkor drágábban lehet programot találni és szállást foglalni. Mégis az a tapasztalat, hogy aki ilyenkor utazásra szánja magát, más szempontok alapján választja ki az úti célt. Ilyenkor nem az ár az elsődleges, amit megnéznek, hanem inkább a hely, hogy milyen helyszínen legyen ez a szállás, ezt nézik meg elsődlegesen, és azt, hogy milyen szolgáltatásokat kínál az ünnepek alatt, hiszen mondjuk, hogyha gyerekkel megy valaki, akkor nem mindegy, hogy kap valamilyen plusz szolgáltatást a karácsony alkalmából, hogy kis Mikulás találkozás, kis vonatozás, esetleg aki a hegyekbe megy, vagy hogyha van hó, akkor ugye a hegyekben vannak ezek a szállozási lehetőségek, tehát inkább ezeket nézik meg, hogy mit tudnak ilyenkor ünnepek alatt csinálni a családok együtt. A programokkal egybekötött utazás helytől, szolgáltatásoktól és maguktól a programoktól függően nagyon széles árkategóriában mozog. Egy belföldi 3-4 napos utazás akár 40 ezer forintból is kijöhet, míg egy egzotikus helyre történő utazás luxus szolgáltatásokkal akár milliós nagyságrendű is lehet.